Sziasztok! Az alábbi videót azért készítem, hogy eláruljam nektek, hogy elkövettem egy szörnyű hibát. Elvittem a bakelit.hu nevezetű lemezboltba lemosatni a lemezeimet. Ők egyébként Budapesten a Gyulai Pál utca 8 alatt találhatóak. Kezdjük például itt a Kenny Burrell lemezzel. Mint látjuk, bakelit.hu-s belső tokot azt kaptam hozzá. Fel is rakom mindjárt az első oldal. Ez gyakorlatilag ugyanolyan maradt, amilyen volt. Oké, egy picit beljebb megyek, hogy halljuk, hogy ez nem csak a külsőbb számokat érinti. Hallgathatatlan. Következő lemez pedig Tina Turner-től lesz a Foreign Affairs. Közben már ki is vettem a szintén bakelit.hu-s belső tokjából. A oldal, első szám. Ez is meg elárulom, hogy ugyanilyen volt mosás előtt. Szintén nem csak a külső barázdákat érinti a dolog, hanem egy picit beljebb megyek. Itt is sercek, pontosan ugyanúgy, mint mielőtt bevittem volna. Sajnos ezekre nincsen bizonyítéka, hogy ezek a lemezek tényleg ilyen rosszul szóltak, viszont a következőre van. Ez a The Who-tól az Eminence Front, mind itt a képen látszik. Ezt közben én szintén egy ilyen bakelit.hu-s belső tokból emeltem elő. Ezt nemrég töltöttem fel a netre. Konkrétan ezt a számot, ahogy szól, mosás előtt. Na és mosás után ilyen lett. Hallatszanak a pattogások, de egy picit még visszamenjek az elejére, ott még inkább feltűnőbb a dolog. Ezzel igazából semmi baj nem lenne, ez egy egész jól lemosott lemez lenne, ha ezek a pattogások ott az intróban konkrétan nem lettek volna ott, ugyanis azok nem voltak ott előzőleg, és révén ez egy elég drága lemez, mert főleg gyűjtői értéket képvisel. Hát elég szomorú, hogy ilyen amatőr módon mossák ott a lemezeket. Hát én nem viszem oda soha többet, nem megyek oda soha többet lemezt mosatni. De és azt ajánlom, hogy ti sem menjetek. Jó, sziasztok!